Tűz csóka közelében. Sváb ételek fesztiválja császártöltésen. Méhecske Hotel Topolyán. Kiröpültek az idei gólyafiókák. Leégett a nádas csóka és szanát között a Holtisza környékén. A tűzoltók több órán keresztül harcoltak a lángokkal. A nádasban számos madár és állathaj nevelte utódait. Az élőhely most megsemmisült, vélhetően emberi anyagság vagy szándékos gyújtogatás állhat a háttérben. Hamu és por. Ezt hagyta maga után a mintegy 30 méteres lángokkal pusztító tűzcsókánál, a Holtisza nádasánál a Budzsákban. A 80-100 hektáros terület egykor a Tisza medre volt. Amíg magasabb volt a vízállás, gémek, kócsagok és más vízimadarak is megtalálhatóak voltak a területen. Gergely József természetfotós szerint felsorolni is nehéz lenne, hogy hány értékes és védett természetvédelmi érték madár és állat élt a területen, ami egy csapásra hamuvá vált a tűz miatt. Körülbelül 60 hektár égett le a 80 hektáros területből. Én is kijöttem a helyszínre, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy már javában, tehát nagy lángokkal ég az egész nádas, az egész Budzsák, és a tűzoltók elmondása szerint őket fél kettőkor értesítették szombaton, hogy tűz keletkezett a rétben, a Budzsákban, és megpróbálták oltani, de viszont hát gépjárművekkel, tűzoltókocsikkal nem tudtak behatolni a mocsaras területre, az ingoványba, és csak a széléről próbálták oltani, de sajnos ez kevés sikerrel járt. Zentáról, sőt Magyar Kanizsáról és Adáról is lehetett látni a fekete füstoszlopokat. Valószínűleg úgy egy óra tájban keletkezett a tűzvol, feltehetőleg emberi gondatlanságból, sőt meg lehet, hogy szándékos gyújtogatásról van szó, mert az elmúlt években minden évben csóka körül a réteket, nádasokat rendszeresen felgyújtogatták sajnos, és ez a tűz fokozatosan haladt a Tisza felé, és olyan erős volt a tűz, hogy a 20-30 méteres lángok megperzselték a környező bokrokat, fákat is, tehát nem csak a nádban élő madarak fészkei mentek tönkre, hanem a parti sávban, a bokrokban a fülemülék, a poszáták, nádi poszáták és egyéb fajok egyszerűen megperzselődött a fészkük. Remélhetőleg a madarak elmenekültek a tűz elől, de a költés az idénre teljesen tönkre ment. A közelmúltban nyilvánították hivatalosan is természetvédelmi parkká a felső Tisza holtágait. Gergely József szerint azonban ez nem tükröződik a területen. Többek között nincsenek kijelölve a természetvédelmi övezet határai, emellett őrszolgálat is kellene. De az is igaz, hogy sajnos az emberek mellett sem lehet állandóan ott állni, főként ha valaki szándékosan akar gyújtogatni. A bajt fokozza, hogy nagy szárazság volt. Száraz volt a nád, nem volt alatt a víz. Csak olyan részen maradt meg a nádas, ahol vízben állt. Vízügyi hatóság nem gondoskodott a terület vízutánpótlásáról, magára hagyták az egész területet, nincs vízutánpótlás, fokozatosan eliszaposodik, kiszárad, és ilyen körülmények között aztán a tűz is gond nélkül végig tudott nyargalni az egész területen. Visszaköltözhetnek majd még ide egyszer a madarak és a további többi állat? Hát néhány éven belül, hogyha kinő a nádas, és lesz újból sűrű, nagy termetű, nagy magas nádas, akkor várható, hogy vissza fognak térni a nádi madarak is, de ami oda veszett, azt sajnos már nem tudjuk pótolni, és fel se tudjuk becsülni, hogy mekkora a kár, hány egyet, hány faj, hány ezer példánya veszett oda, és ezen el kéne gondolkozni, hogy a jövőben az ilyeneket valahogy megakadályozni. Az illetékesek szerint is nagy gondot okoz a szárazság, ezért mesterséges módon kellene megoldani a terület vízellátását, hogy ne forduljon elő hasonló katasztrófa a természetvédelmi övezetben.
Ami pedig az esetleges emberi mulasztást vagy szándékosságot illeti, az illetékesek az elmúlt időszakban már többször felhívták a figyelmet, hogy a száraz és meleg időjárás közelettével a tűzveszély is fokozódik, és egész évben tilos a tarlóégetés. A Budzsákban történt veszteségek pontosan rámutatnak arra, hogy mekkora károkat képes okozni a tűz. A háztáji gazdaságokban megtermelhető egészséges alapanyagok, a takarékos és gyors gazdaságos elkészíthetőség. Ezek voltak a közös jellemzői azoknak a sváb ételeknek, amelyekből nagyszabású kóstolót rendeztek császártöltésen. A gasztronómiai eseményhez kapcsolódóan sváb kulturális bemutatót is szerveztek. Császártöltés Bács-Kiskun vármegye délnyugati részén, az itt magasodó Löszpart szélére települt, jelenleg 2000-es létszámú község. Az egykor német ajkú lakóit az 1750-es évek közepén Patacsics Gábor, kalocsai érsek telepítette ide, többek között azzal a szándékkal, hogy fellendítsék a szőlőkultúrát. A németországi svábföldről érkezett családok magukkal hozták otthoni kultúrájukat és étkezési szokásaikat. Napjainkra az eredeti sváb lakosság létszáma az 1947 évi kitelepítések és a magyar lakossággal történt keveredés miatt jelentősen csökkent. Az idősebb generáció azonban a kulturális hagyományok értékeinek megőrzése mellett megőrizte a régi sváb ételek készítésének módját is. Ezt tükrözi a negyedik alkalommal császártöltésen megrendezett Sváb Ételek Fesztiválja, amelyen a meghívott magyarországi sváb települések csoportjai 19 helyszínen készítették hagyományos sváb ételeiket. A résztvevők közül néhányan bemutatták azt is, hogyan készítik el ezeket az ételeket. Sütöttünk egy sóskiflit, kígyórétest, almás és megyes töltelékkel és túrós batyut. Teszünk bele élesztőt, a kell tésztákhoz kell, de úgy egyéb iránt semmilyen adalékot vagy mesterséges valamit nem teszünk bele. El szokott fogyni, amit sütünk. Eddig sütöttünk 60 rúd kígyórétest, még nincs minden megsülve, 10 kiló lisztből sül a túrós batyú, annak a fele készen van, a másik felét most kell a tésztája, és a kifliből is sütöttünk 480 darabot. Reggel 6 órakor kezdtük dagasztást, vannak segítők, körülbelül 10-en vagyunk itt asszonyok, akik készítik a kalácsokat, meg a fűtés az, ami még a kemence fűtése, ami még munkaerő igényes, azt a férjem végzi. A kemencék mestere, Gonda János elmondta, hogy mi a jó kemence titka. A jó kemence titka, hogy megtartsa azt a hőt, amit a tüzelésnél az ember közvetít neki. A tüzelőanyag száraz legyen, és tudni kell, hogy hány Celsius fokos hőmérsékletű legyen a kemence, amikor a tésztát beteszi az ember sülni. Ez a kemence is egy teljesen, vagy majdnem teljesen hagyományos. Az Alföldön évszázadok óta használják a kemencét, vagy használták eleink, nagyanyáink, nagyapáink. Most itt ez a kemence önkormányzat által épített kemence, ami direkt azért épült ide, hogy évente néhány alkalommal, nagyobb rendezvények alkalmával nagyobb mennyiségű tésztát lehessen benne sütni. Kis Mária kitért arra is, hogy a kemencében sütött ételek miért ízletesebbek. A kemence sokat hozzáad az élvezeti értékének az ételekhöz. Tehát más, sokkal finomabbra sül meg egy keltészta is benne, mint a hagyományos akármilyen sütőkbe. Ez egy jó játék, ez a kemencében sütés. Az ember elfárad, de az csak utólag érzi. A sok dicséreté megéri.
Miközben a sokféle hagyományos sváb étel készült, az érdeklődőknek a környékbeli sváb települések ének és tánccsoportjai tartottak bemutatókat. Délfelé elkészült egy különleges babgulyás is, amelyben már keveredtek a sváb és magyar készítési módok. Alapvetően svábi hagyomány alapján készítjük, ugyanis amikor hétvégén hazaértek a munkás emberek, valami tartalmas ételt kellett készíteni, pénteki étel volt, ami a kertben megterem. A bab rengeteg zöldség. Régen nagyon nagy hagyománya volt a gasztronómiánknak, a különböző fűszernövényeknek, amit úgy szépen lassan úgy elfelejtettünk. Tehát ebbe is található kakukkfű, lestján, zeller, zöldségfélék a hagyományokkal szemben. Nem rántjuk be, hanem igazából egy nagyon tartalmas leves készül. És ez a tartalmas leves az elkészült pénteken. Ezt következő nap akár egy rántással, akár másfajta sűrítéssel lehetett még tartalmasabbá tenni, és vasárnapra eljutottunk addig, hogy ez egy kenyéreként tulajdonképpen sűrű, állagú étel készült. Édesapámtól tanultam ezt a receptet. Bármerre megyünk, Garána faluban, most már évek óta az összes falunapon ez az az étel, amit folyamatosan elkészítünk, mert mindenki ezt kívánja, emlékszik rá, szeretne a régi ízeket felidézni. A gasztronómia az változik. A sváb ételek versenyén vagyunk, bár mi azt valljuk, hogy az élő kultúra. És az élő kultúrának az a része, hogy folyamatosan fejlődik, folyamatosan kicsit finomul, beleépülnek új dolgok. Nálunk Garán nagyon sokfajta nemzetiség találkozik. Ezeknek a különböző kultúráknak azért valamilyen szinten átívódik az ízviláguk, a hagyományuk, ami találkozik most 2014-ben ebben a bográcsban. A sváb ételek fesztiváljára az egykor többségében német ajkú települések közül sokan népviseletben érkeztek, és a kóstolók mellett bemutatták még élő hagyományaikat is. Mélyecske hotelt helyeztek ki a topolyai művésztelep udvarán. Topolya község művelődési háza és az Arcus környezetvédő egyesület közös akciója a magányosan élő méhfajok és darazsak védelmét, szaporodását serkenti, így segítve a beporzást, de óvóhelyül szolgál több rovarfajnak is. A házi méhek mellett a virágos növények beporzásában nagy szerepük van a különböző vadon élő beporzó rovaroknak, melyek élőhelye folyamatosan csökken. Szerbiában mintegy 1000 vad méhfaj van jelen. Ezek nagysága néhány milliméterestől a poszméh méretéig terjedhet. Szelíd rovarokról van szó. A Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület aktivistái és a Művelődési Ház munkatársai a Topolyai Művésztelep udvarán Méhecske Hotelt építettek, ami lényegében egy mesterséges bölcső a rovarok, vadméhek számára. Fakéreg, szalma, lyukacsos tégla, nátszálak, furatos farönkök felhasználásával készült a Méhecske Hotel. Népies nevek különböznek, de fali méheknek is nevezik őket. Ott az a lényeg, hogy ugye sajnos ugye egyre kevesebb természetes hely, ahol ők tudják az élő ciklusukat elvégezni, és akkor ilyen rovarhoteleket arra használják, hogy ugye tavasszal, hát ezek a fali méhek úgy körülbelül március közepétől kezdenek aktívak lenni, és akkor körülbelül úgy pár héten keresztül aktívkodnak. Ez az idő alatt lezajlik a párzási időszak, akkor ugye a nőstények lerakják a petéket, és akkor ezeket a furatokat, vagy ugye így, ahogy látunk a Méhecske Hotelben, hogy ilyen különböző anyagokból készült, ugye a nőstények lerakják a petéket, és akkor ugye
befalazzák, azért is ugye fali méhek, ugye egyrészt ugye az elnevezésük, mert úgy olyan sár darabokkal ugye becsinálják a járatokat, és akkor egy évet kell várni, hogy ugye a petéből hogy kialakuljon, ugye lárván keresztül, hogy megtörténjen a bábon keresztül, hogy megtörténjen az átalakulás, és akkor ugye jövő évben ugye ugyanabban az időszakban előfordulnak, ugye előjönnek a felnőtt példányok. Szóval így tudják elvégezni az életciklust, és ugye ezek a vad méhfajok azért fontosak, mert ugye kiegészítik a növénybeporzást. Ezek a fali méhek főleg gyümölcsösökben nagyon hasznosak, de nem csak ezek a beporzók fognak használni a rovarhotelt, akár más vad, ilyen úgynevezett szolitáris vagy magányos méhekről van szó, mert ők ugye nem családban élnek, hanem ugye így magányosan, ahogy az elnevezés is már elmondja, és igazából kiegészítik egymást ugye a többi beporzóval, a házi méh, a vad méhek, meg ugye más rovarok itt, például zengőlegyek, lepkék, meg van egy hát nagyon nagy csoport a beporzók között. A Topolyai Művelődési Ház által gondozott levendula ültetvény udvara bizonyult a legalkalmasabb helyszínnek a Méhecske Hotel elhelyezésére. Itt lehetőség nyílik az érdeklődők számára bemutatni is. A művelődési ház életében különben az egész levendula ültetvény egy különös színfolt. Nagyon-nagyon szeretjük. Tehát attól függetlenül, hogy rengeteg és a fő tevékenységünk az bent zajlik a központi épületben, itt a megnyugvás és a természet közeliség az, én úgy érzem, hogy mindenkit föltölt. Most már, tehát folyamatos most már a levendula szedési akció, tavaly koncertek voltak, és mi igyekszünk minden évben valami újjal előrukkolni, és valahol ezért is esett. Tehát ilyen még nincs községben, tudomásunk szerint nincs kihelyezve. Másik Méhecske Hotel, Vajdaságban, én úgy tudom, hogy vannak már, Magyarországon ez nagyobb divat, úgyhogy egyrészt környezetvédelmi szempontból hatalmas jelentőségű, a másik pedig nekünk itt a levendula ültetvényünknek a népszerűsítéséhez rengetegen érkeznek ide, azoknak is egy plusz valami. Ezen kívül az, hogy oktató jelleggel is bír, mert én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan nem hallottak, nem tudtak erről, úgyhogy ez egy különös alkalom, hogy itt most megismerjék Topolyán, és utána a többiek pedig kövessék a mi példánkat. Másrészt pedig az együttműködés. Számos civil szervezettel működünk együtt, de az egyik talán egy kicsit, hogyha szubjektív vagyok, az egyik legkedvesebb együttműködő partnere a Művelődési Háznak az Arkusz Környezetvédő Egyesület. Ez a többedik projektünk már, és főleg itt a művésztelepen, tehát itt a ragadozó madár sziluettek kihelyezésre kerültek, oduk vannak kihelyezve madaraknak, ők is használják a mi termeinket, és tartalommal töltik meg, és idevaló tartalommal, tehát a táboraik, a fiatal kutatóknak a konferenciája, tehát én úgy érzem, hogy ilyen együttműködésekből csak jó dolgok születhetnek. A Méhecske hotelek márciustól június közepéig a legforgalmasabbak. Ekkor akár egész közelről is megfigyelhetjük az itt megszálló vendégeket. Az idei év táplálékbősége kedvezett a gólyák szaporodásának. Többnyire 3-4 fiókát neveltek fel, de volt 5 fiókás fészek is a Duna-Tisza közén. A gyorsan felnövekedett kis fiókák kezdik elhagyni fészkeiket. Az idei, részben bőtáplálékot nyújtó esztendőben a gólyák viszonylag sok fiókát tudtak nevelni. A Magyar Madártani Egyesület adatai szerint a hazai állomány 5000 pár körül állandósult a korábbi 7000 párral szemben. Megmaradásukhoz jelentős segítséget nyújtott a számos, kihelyezett fészek alap.
A június-júliusi gyűrűzési adatok szerint a Dunatisza közén 3-4 fiókát neveltek a szülők, melyek az elmúlt napokban elhagyták fészkeiket és megkezdték a repülési próbákat. Sokfelé nagyobb csoportokba is verődtek, közösen keresik a táplálékot és gyakorolják a repülést. Az egy évtizeden még csökkenő számot mutató gólyák száma jelenleg állandó számot mutat. Már nem sok idejük maradt a hosszú, vonulási útra való felkészüléshez, mivel augusztus 20-a tájékán szinte egyik napról a másikra útnak indulnak afrikai telelőhelyeikre.